Szent Iványi István volt szlovén nagykövet, a liberálisok külpolitikai szakértője vendégünk. Jó reggelt kívánok! Görögország a témánk, vasárnap a határidő. Mennyi esélyt lát a megegyezésre? Én nagyjából 50-50%-os esélyt látok. Ugye van egy olyan érdek, hogy meg kéne állapodni, mert ha nem állapodnak meg, akkor annak eléggé nehezen belátható következményei vannak. Ugyanakkor a görög fél nem teszi könnyűvé ezt a megállapodást, hiszen jelen pillanatban sem ismerjük, hogy mi az ő álláspontjuk és tervük. Állítólag a mai nap folyamán elő fogják terjeszteni a görög reformjavaslatokat. Ezen múlik, tehát igazából jósolni majd csak ennek ismeretében lehet. Donald Tusk szerint mindenki osztozik a felelősségben. Ön szerint hogy oszlik meg? Én is azt gondolom, hogy mindenkinek van valamilyen mértékben felelőssége, de nem egyenlő mértékben. Én azért azt gondolom, hogy jelentős felelőssége van a korábbi görög vezetésnek, és abban, hogy most egy ilyen súlyos válság alakult ki, abban a jelenleginek. A gazdasági válságot természetesen nem ők idézték elő, ők már ennek a haszonélvezői vagy következményei, a Szirizára gondolok, a jelenlegi görög kormányra, de az, hogy ez eljutott ebbe a patthelyzetbe, és ebbe a nagyon nehezen megoldható helyzetbe, abban mindenképpen nagyon nagy a felelősség. A vasárnapi népszavazás eredménye, az elutasítás, az erősíti vagy gyengíti az ő tárgyalási pozíciójukat most? Mert a görög miniszterelnök szerint erősíti, az uniós tárgyalópartnerei szerint viszont ellenkezőleg. Ez is. A görög miniszterelnök otthoni pozícióját erősíti. Tehát neki ez otthon jól jött, mert adott egy legitimitást. Európában nem erősíti, mert Európának ezt azt üzente, hogy a görögök elutasítanak mindenfajta reformot, és igazából pénzt akarnak anélkül, hogy ezért bármit is fölkínálnának. Tehát én azt hiszem, hogy most sokkal rosszabb a megítélése Görögországnak, vagy legalábbis a görög vezetésnek a népszavazás után, mint előtte volt, tehát nemzetközileg semmiképpen nem erősített. Öt neves közgazdász írt egy nyílt levelet, elsősorban Angela Merkelnek, amiben azt fejtegetik egyrészt, hogy a megszorítások politikája tette tönkre Görögországot, és éppen ezért itt az ideje befejezni, és azt mondják, hogy át kell ütemezni ezt az adósságot, jelentős részét el kell engedni, meg kell teremteni a kilábalás feltételeit, lehetővé kell tenni Görögország számára, hogy hosszabb futamidővel csökkentett adósságot törlesszen. Én ezzel nagyon nem értek egyet. Szerintem Görögország már gyakorlatilag 2010-ben válságba jutott, mindenfajta megszorítások nélkül. Gyakorlatilag, ha akkor nem kap mentővet, már akkor csődbe került volna, és akkor még nem voltak megszorítások. A megszorításoknak egyébként volt némi eredménye Görögországban, érzékelhetően a költségvetési egyensúly javult, egy nagyon szerény mértékű növekedés beindult, tehát valami elkezdődött. Kétségtelen, hogy nem tudta kihozni a recesszióból, sőt, talán mélyebb recesszióba vitte be Görögországot a válság. De hát gondoljuk meg, hasonló intézkedések Lettországban nagyon nagy eredményre vezettek, Írország kijött a válságból, Spanyolország is stabilizálta a helyzetét, még Portugália is, bár ott vannak problémák, azok mind a trojka programját hajtották végre. Görögországban nem. Tehát ezért nehéz azt mondani, hogy csak arról van szó, hogy a trojka vagy kényszerített rossz intézkedéseket. De a dolog másik része is nagyon problematikus, hogy újabb hiteleket adni és adósságokat elengedni. Ugyanis ma már Görögország alapvetően az Európai Uniónak tartozik, illetve elsősorban az euróövezeti tagállamoknak, köztük nagyon sok olyan tagállamnak, amelynek az átlag életszínvonala lényegesen alacsonyabb még ma is, mint Görögország. Például a baltiaknak, például a szomszédos Szlovákiának, szomszédos Szlovéniának. Én éppen ott voltam nagykövet, és emlékszem, hogy már akkor milyen súlyos és éles viták voltak, hogy Szlovéniának 1,8 milliárd eurónyi garanciát kellett vállalni a görög hitelekre. Ezt a szlovén társadalom nem szívesen fogadta, mert úgy gondolta, hogy Görögországban még mindig magasabb az életszínvonal. Azért ott 700 euró az átlagnyugdíj, 800 euró a minimálbér, tehát még mindig más a helyzet, mint ezekben az országban, akik adják a hitelek. Természetesen Luxemburg is ad, sőt, hát a nagyobb összegeket, Németország, Luxemburg, a gazdagabb országok adják, de bizony olyan országoknak is adniuk kell, akik szegényebbek. Tehát nem olyan egyszerű dolog elfogadtatni az állampolgárok, hogy még újabb hiteleket adjanak. És ha nincsen megegyezés, arról már sokat beszéltünk itt ebben a műsorban is, hogy ez gazdaságilag mit jelent az uniónak. Mit jelent biztonságpolitikailag? Én azt gondolom, hogy ha nincs megegyezés, akkor is menedzselni kell a folyamatot. Tehát, hogyha ez egy államcsőd felé visz, és az eurozónából való kiesésre, akkor sem szabad magára hagyni Görögországot, mert annak biztonságpolitikailag rendkívül súlyosak a következményei. Látható az, hogy Oroszország nagyon érdeklődik a görögországi pozíciók iránt, látható az, hogy Görögország gyakorlatilag frontország a menekült válság tekintetében is, hiszen a menekültek jelentős része rajtuk keresztül megy át, a közel-keleti térséghez rendkívül közel van, tehát
azon keresztül, ha stabilizálni szeretnénk a térséget, Görögországra szükség van. Tehát mindenki tudja azt, hogy Görögországot az Európai Unióból és főleg a NATO-ból nem szabad kiengedni, és nem is akar kilépni egyébként. Tehát én nem tudok olyan törekvésről, hogy ebből kilépne. Itt az egyetlen kérdés, hogy megmaradhat-e az euróövezeti tagsága. Ha ez egy irányított, ellenőrzés alatt tartott folyamat az ő kilépésük, akkor szerintem az semmivel nem lesz rosszabb, sőt talán jobb is lehet Görögországnak, mint a jelenlegi helyzet. Hiszen végre a saját kezükbe vehetik a sorsukat, lesz önálló pénzük, amivel önállóan azt tehetnek, amit akarnak, árfolyampolitikán, kamatpolitikán keresztül. Van ennek esélye, sokan ezt támogatják. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. Híradó következik, utána pedig várjuk Önöket. Vészeszél Bernadett lesz a következő vendégünk.